Friss diplomásként került először a szekszárdi önkormányzathoz dr. Zsiko Gál Klaudia, majd 2008-ban aljegyzői állást pályázott meg, mely feladat nem volt egyszerű számára. Ezt követően 2010-től 2014-ig jegyzője volt a városnak, ezután a Tolna vármegyei kormányhivatal főigazgatója, ami a kormányhivatal szakmai vezetői feladatainak ellátását jelentette. Mind a három alkalommal, amikor itt dolgoztam a hivatalban, nagyon szerettem itt dolgozni. Nagyon jó csapat volt, nagyon jó volt a hivatalban a szakmai munkavégzés, és így nyilvánvalóan egy szakmai vezetőnek is a vezetői feladatait sokkal könnyebb ellátni. Első diplomáját közigazgatásban, második diplomáját már családanyaként szerezte jogból. Egyéb képzéseken is részt vett, hogy munkájához kapcsolódóan mind szélesebb körben sajátítsa el tudását. Gyermekkoromban már biztos voltam abban, hogy a jogi pályát választom, aztán államigazgatási főiskolára vezetett az utam, az az első diplomám, ott szereztem meg az első diplomámat, és igazából akkor jöttem rá, hogy az én pályám a közigazgatás. Mert hogy a közigazgatásban az ügyek mögött ott áll az ember, vagy a társadalmi szervezet, vagy gazdasági társaságok, és nincsen két egyforma ügy. Minden ügy más, és rendkívül széles látókör szükséges ahhoz, hogy az ember a közigazgatásban tevékenykedjen. 170 fős hivatallal szoros, mindennapi feladatok várják dr. Zsiko Gál Klaudiát, de az önkormányzati struktúrát tekintve a Városháza intézményeivel, gazdasági társaságaival szakmai irányítói feladatot lát el. Számomra a közigazgatás az szolgálat és hivatás. A munkám során a legfontosabb vezérelvek a szakszerűség, a jogszerűség, a magas színvonalú munkavégzés, és nem elcsépelt szóként, de a partnerközpontú és ügyfélközpontú közigazgatás a minta. Éppen ezért azt vallom, hogy forduljanak bizalommal a hivatalhoz és a kollégáimhoz, hiszen mi azért vagyunk, hogy az ügyfeleknek az ügyes-bajos problémáiban, az ügyes-bajos gondjaikban segítséget nyújtsunk, illetve megoldást találjunk, igyekezzünk megoldást találni. Természetesen a hatósági jogalkalmazó munka az nem mindig pozitív. Dr. Zsiko Gál Klaudia fontosnak tartja, hogy kollégái tekintetében hasonló az elvárása, amely teljesítményelvű, méltányos közigazgatási minta, ezt próbálja hivatal vezetése során az összes többi elv mellett érvényesíteni.